A sulinak, a munkának az egyik legnehezebb időszaka a nyár, amikor kint gyönyörű idő van, te meg bent kukulsz, mert dolgoznod kell, csinálni kell a feladataidat. Kint süt a nap és vágysz, hogy kint lehess, de csak egy kis sugár érkezik be, te meg nem tapasztalsz belőle semmit. Hát valahogy így vagyunk Isten szeretetével is. Tudjuk mi, hogy szeret, de alig valamit tapasztalunk belőle. És az életünk meg a világ tele van nehézséggel, gonddal, bajjal, és a halál vár ránk. Miért van mindez? Erről lesz szó a Lelkes percek kérügma sorozatának második részében. Joanovics Róbert, obó vagyok. Azt mondja Isten a bölcsesség könyvében, a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élő pusztulásában. És másutt azt mondja, Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A Szentírásnak a tanúsága az, hogy a bajainknak a gyökere az ember történetének hajnaláról ered, amikor az ember lázadt fel Isten ellen. És az ő akarata az, amelyik felmondta Istennel a szeretet kapcsolatot. Ezt fogjuk most közelebbről megvizsgálni. A Teremtés könyvében a harmadik fejezet beszél a bűnbeesésről. Ezt a történetet fogjuk megnézni, és néhány fontos kérdésre keresünk majd választ. Miért van ez a sok rossz a világban? És mi közünk nekünk egyáltalán ehhez az egészhez? A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett, és ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből lehetünk? Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséből mondta, ne egyetek róla, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz. Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az istenek, a jót és a rosszat ismerni fogja. Nézzük meg egy kicsit, mi történik itt. Azt mondja a kígyó. Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. De hát Isten valóban nem ezt mondta, mert hogyha visszalapozunk, akkor látjuk Isten így beszél, a kert minden fájáról ehetsz. A kígyó, aki itt a sátánnak a képe, hazudik. Mindig hazudik. A következő megszólalása is az, hiszen azt mondja, semmi esetre se fogtok meghalni. Pedig Isten mit mondott? Azt mondja, csak a jó és a rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Szóval a sátán minden megszólalásával hazudik. Jézus fölhívta erre a figyelmünket a János evangéliumában, azt mondja az ördögről, kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságba, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából merít, mert hazug, és a hazugság atya. Így beszél aztán tovább a kísértő, olyanok lesztek, mint az Isten. Megint hazudik, egy hamis távlatra mutat az embernek, és azt üzeni neki, nem jó neked embernek lenni. Hát az nem elég jó, amilyen vagy. Pedig mit mond Isten a teremtés történetben, amikor mindent megteremt, azt mondja, nagyon jó mindaz, amit alkottam. Szóval a sátán kísért, azt mondja, hogy legyél olyan, mint az Isten. Lázadj fel az ő uralma ellen, mit uralkodjon itt rajta? Te is lehetsz olyan, mint ő. Aztán azt olvassuk tovább, az asszony látta, hogy a fa élvezhető tekintetre szép, csábít a tudás megszerzésére. Vette hát a gyümölcséből, evett belőle, adott a férjének, aki vele volt, az is evett belőle. A hazugság az nem csak hogy hamis vágyat kelt, hanem csábító is. Vonzó köntösbe öltözik. Éva úgy gondolt, végül is megnézem ezt a gyümölcsöt, mert egész gusztusos, megkóstolom. Mi a következmény, az első, amit látunk? Felnyílt a szemük, észrevették, hogy mesztelenek, fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azt látjuk, hogy az első pillanatban
ahogy ellenetettek Istennek, összetört valami. Összetört a kapcsolat a két ember között. Elkezdték szégyelni magukat egymás előtt. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái közé. Az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő meg így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. Nagyon szép ez a kép, ahogyan a szellőben járkál Isten. Azt fejezi ki, amilyen az ember kapcsolata volt vele eredendően. Szépen kéz a kézben sétálhattak együtt a paradicsomban. És látjuk ebben a képben, hogy Isten részéről ott a bizalom az ember felé. Az ember viszont megtörte ezt a bizalmat. A kert fái közé bújik. A teremtő Isten helyett már csak a teremtett dolgokba kapaszkodik. Fák mögé rejtőzik. Isten keresi az embert, azt mondja: hol vagy? Szeretnék veled lenni, én keresem a társaságodat. Az ember mit mond? Félek. Menekülök előled. Nem akarok a társaságodban lenni, nem bízom már benned. És azt tapasztalja itt az első emberpár, hogy azt hazudták neki, hogy nem jó embernek lenni. És majd olyanok lehetnek, mint az Isten, ha megszegik szavát. És mi történik? Nem, hogy nem lettek olyanok, mint Isten, hanem még rosszabb állapotban kerültek, mint amiben voltak ezelőtt, mert már embernek lenni is rossz. Már félnek az Istentől. Pedig előtte nem tudták, mi az a szégyen, mi az a félelem. Így folytatódik a történet, Isten így szól: ki adta tudtatokra, hogy mesztelenek vagytok? Ettetek a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyetek? Az ember így válaszolt: az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszony: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó vezetett félre, azért ettem. Kapcsolat összetört, és bár az ember nem vált maga is teljesen hazuggá, de már látjuk, nem tud őszinte lenni. Bizalmatlan, felelősséget nem vállal, hárít, másokat vádol. Valami megsérült benne, sebzett lett a lelke. Az Istenhez való hasonlóság összetört. És a repedéseken egyes vonások már nem a Teremtő Isten jóságára, hanem a sátán hazugságára emlékeztetnek. És ezután jön a történetnek a második fele, amit most már nem fogunk így részletesen megnézni, amit úgy ismerünk, a kiűzetés, amikor Isten eltávolítja az embert a paradicsomból. Ebben figyelemre méltó ez a két mondat, azt mondja Isten: nem fogja az ember kinyújtani a kezét, hogy az élet fájáról is egyen, és örökké éljen. És ezért az Úristen eltávolította az embert az Éden kertjéből. 16. Benedek pápától olvastam erről, hogy ez igazából Isten gondoskodása, mert az élet fája, az örök létnek a fája azt jelképezi, hogy az ember örökké megmarad abban az állapotban, amiben van. Hát Isten megóvta az embert attól, hogy ebben a bizalmatlan, összetört, szégyenkező, vádaskodó, félelemmel teli állapotban kelljen az örök létig maradnia. Isten ettől óvta meg az embert. Inkább váljon halandóvá a földi életben, mint hogy ilyen sérült és torz, szenvedő emberként kelljen örökké élnie. Hát ezzel a történettel kapcsolatban azért föltesz az ember egy néhány kérdést. Például azt, hogy ha Isten jó, miért volt ott az a fa? Miért volt ott a kígyó? És egyáltalán miért nem óvta meg Isten az embert ettől az egésztől, ha szereti őt? Tudjátok, sokat gondolkodtam én is ezeken a dolgokon. És arra jutottam, hogy tulajdonképpen ez a fa, ez mint jelkép ugyanolyan, mint abban a kertben mondjuk a kapu képe lehetne. A fa jelenti azt, hogy van kijárat ebből a kertből. Ki lehet menni? Miért kellett, hogy legyen kijárat azon a kerten?
Hát azért, mert Isten valóban az ő hasonlatosságára teremtett bennünket. És az, hogy te és én, és mi mindannyian hasonlítunk Istenre, az leginkább abban nyilvánul meg, hogy szabadok vagyunk dönteni, hogy elfogadunk, vagy elutasítunk. Isten nem a saját szórakozására teremtette az embert, nem valami kis plüss figurát, vagy aranyhörcsögöt szeretett volna, hanem hozzá hasonló társat, aki szabad. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha nemet mondani is lehet. Akkor van szabadság a kertben, ha van kijárat abból a kertből. Miért teremtett Isten ilyennek bennünket? Miért vállalta ennek a kockázatát, hogy nemet mond az ember? Azért, mert ez a szabadság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy képes legyél szeretni. Szeretni csak szabadon lehet. És Isten szeretet, ő szabadon dönt minden egyes pillanatban melletted, hogy szeret téged. És azt várja, arra hívja meg az embert, hogy döntsön minden egyes pillanatban amellett, hogy ezt a szeretetet befogadja, és viszonozza. És a másik ember szeretetét is befogadja, és viszonozza. Az, hogy hasonlítunk Istenre, annak a legmélye az az, hogy tudunk szeretni. Csak ez kockázattal jár, mert a szeretetre lehet nemet is mondani. Oké, mindezt értjük, ez egy ősrégi történet, de miközön van nekem mindehhez, hogy mi történt az emberiség hajnalán? Én ezt úgy értettem meg, amikor a saját életemről kezdtem gondolkodni. Amikor mi a feleségemmel összeházasodtunk, azt a döntést hoztuk, hogy Velencére költözünk. Ennek az a következménye, hogy a gyerekeink velenceiek. Éppen amiatt, hogy az ember valóban szabad és valóságos döntéseket tud hozni, ez történt az emberiség hajnalán. Az első emberpár úgy döntött, nemet mond Istenre, kiköltözik a kertből. Ezért az emberiség az Édenkerten kívül él. Ezek az ősrégi történetek nem csak az eredetét mondják el valaminek, hanem arról is beszélnek, hogy hogyan működik ma a világ meg az élet. Nézzük csak meg ezzel a szemmel ezt a történetet, amikor a kísértő megszólítja az embert, láttuk, hogy hazudik. Ez ma is így van minden egyes kísértéssel. Ezt azt hiszem, te is tapasztalhatod visszatérő bűneiddel. Mondjuk ott vannak azok a párok, akik elhatározzák, hogy megtartják a tisztaságot a házasságkötésig, de amikor dúl a szerelem és együtt vannak, erős a kísértés arra, hogy nem is lesz az olyan nagy baj, ha ezt megszegik. Azt mondja a kísértő az embernek, olyan leszel, mint az Isten. És ez az egyik legerősebb kísértés, mind a mai napig. Ó, hát én lehetnék sokkal több, mint ami vagyok. Majd én leszek úr a saját életemben. Majd én eldöntöm, mi jó nekem. Nekem nem mondja meg senki. Nem kell itt fölöttem törvényeket hozni, meg szabályokat alkotni. I make the rules. Az ember ma is arra van kísértve, hogy újra föllázadjon Isten ellen. Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép és csábít a tudás megszerzésére. A kísértés nem undorító és visszataszító, hanem vonzó. Hát ezért esik bele az ember. Pont ettől tud csapda lenni. Mert a kísértés az valami hazug távlatot fog fölrajzolni számodra, és azt mondja, hogy jó, hát az jó lesz, ha ezt megteszed. Mondjuk például rájöttél, hogy eléggé netfüggő vagy, és nekiállsz erről leállni. És azt mondod, hogy jó, oké, csak a következő beadandóhoz kell most egy-két dolgot megnéznem, és a vége az lesz, hogy éjjel kettőig Netflixezel, meg mindenféle baromságot nézel, és még a beadandót se készült el. Pedig fölvázoltad magadnak a képet, hogy ó, hát majd ez csak ennyi, meg csak annyi lesz, és az milyen jó lesz. Azt látjuk, az első ember történetében felnyílt a szemük, észrevették, hogy mesztelenek, és elszégyelték magukat egymás előtt. És ez most is így van. Melyik bűnödet nem szégyeled? Mennyire ciki, mennyire kínos. És én magam is így vagyok ezzel. Szégyelem. A legjobban mondjuk akkor szembesülök vele, amikor látom a bűnömnek a következményeit is, és a saját gyerekeimen látom az én rossz viselkedésem, türelmetlenségemet, indulatosságomat megjelenni. Szégyelem magam, ó, csak ne kerüljek Isten szeme elé. Elmész gyónni, meg tudod bánni a bűneidet? Ugyanez a szégyen működik ma is.
mint az első bűnbeeséskor. Na most akkor föltesszük a kérdést, hogy mégis mi az örömhír ebben az egészben. Igen, bent kukulsz, dolgozol, kint ott a gyönyörű napfény, a világos, de téged nem ér el semmi belőle. Isten szeret, a világ meg tele van gonddal és bajjal. Hogy van ez? Hát úgy, hogyha Isten nem tud nem szeretni, az ember nem tud nem vétkezni. De van ebben egy igazán nagy örömhír. Az, hogy Isten pontosan tudja, hogy milyen állapotban vagyunk, ahogy a 103-as Zsoltár írja. Tudja jól, milyen az alkatunk. És a jó hír az az, hogy Isten nem rád haragszik a bűn miatt. Isten ellensége a sátán, nem pedig te. Isten igenis jó, Isten igenis szeret téged, és Isten elől nem kell elbújnod. Isten előtt megállhatsz őszintén, ismeri a helyzetedet, és várja, hogy őszinte legyél hozzá. Ahogyan a bölcsesség könyve írja, ha vétkeztünk is, a tiéd vagyunk.